Végül, de semmiképpen sem utolsó sorban, egy olyan feladatot szeretnék megmutatni, amely előkerült már ennek a sorozatnak az Excel-lel foglalkozó részében is. És ott említettem, hogy ez még nincs befejezve, és majd a szövegszerkesztéssel és a prezentáció készítéssel foglalkozó videóban fogom az utolsó két feladatrészt megoldani. Hát ez most a szövegszerkesztéssel foglalkozó feladatrész. Ez az OKE Plus mappában található, és ez egy igen összetett feladat. Azért vettem elő, mert ez az a feladat, sok ilyen feladat lehetne egyébként, a megoldások mindegyike teljesen hasonló, amely az Office-nak a programcsomag jellegét hivatott kihasználni. Tehát adatokat mozgatunk egyik alkalmazásból a másikba. Nézzük akkor, ez a 16-os feladat. Készíts el a dolgozó lista adatait felhasználva a következő körlevelet. Na most ez a dolgozó lista, ez most nem Word állomány, hanem ez az Excelben van benne. Az Excelnek a megoldás nevű, ez a gyakorló megoldás Excel-es, megoldás nevű munka lapján ez egy ilyen lista, tehát ez egy munkalap névvel megadott, jó körülhatárolt cellatartomány, amely lesz a forrása ennek a körlevélnek. Egy körlevelet kell készíteni. A levélben tájékoztatja a cég dolgozóit az év végén kiosztott jutalomról, feladat a törzsdokumentum elkészítése és megformázása, továbbá az adatdokumentum importálása az Excelből, Microsoft Carry adatkezelő segédprogram felhasználásával vagy valamilyen más módszerrel. Forrásfájl Excel-es dolgozó nevű listájából csak a következő mezők importálása van szükség: név, osztály, e-mail cím, fizetés és jutalom. Jó, hát nekünk összesen annyi lesz a feladatunk, egy új ugye Word állományt kell készíteni, amely én most ezt kisebbre leszem, hogy lássam már, hogy mit kell csinálni mögötte. Szeretnék, nem fogok sok időt fecsérelni rá, kedves. És akkor és mondjuk beszórunk egy dátumot, ha megtalálom. Ez most itt automatikusan frissülni fog, az aktuális dátumot szúrtam be. Formázzuk egy kicsit, most teljesen mindegy, hát végül is nem lényeges.
válaszét adok neki. Na, hát akkor következik az adatoknak a beolvasása ide. Na nézzük, hogyan lehet. Ugye azt mondtuk, hogy levelezés, körlevélkészítés indítása, levél lesz, címzetek kiválasztása. Meglévő lista. Na ez a meglévő lista, ez hol van? Ez az érdekes, ugye ebben a feladatban. Vegyük észre, hogy itt ő elég sok adatforrást tud, amely hát nagyon sok minden lehet. XLS, XLS, X mindenféle. Keressük akkor a fájl nevet. Az nekünk a Word-be van beletéve a megfelelő helyen. Igen ám, de ez egy teljes Excel munkafüzet. És akkor az érdekes az, hogy honnan fogja ő tudni, hogy én mit akarok. És akkor itt van. Ő látja, hogy ebben vannak, tehát ugyanúgy, mintha ez egy adatbázis lenne, és annak lennének adattáblái. Én a munkalap nevekből képezett, tehát a munkalap nevek által határolt listát adatbázisként, táblaként tudom így kezelni. És ha ezt beolvasom, akkor most már nekem adatmezők kellenének, egy kicsit össze kellett nyomnom a képernyőmet, és meg kéne találnom, hogy hol van az adatmező beillesztés ezen a részen, adatmező beszúrása, írás mezőknél kéne, hogy legyen. Megnézzük, hogy itt hogy ment össze. Azt mondja, hogy eredmény megjelenítése, írás mező, igen, itt van. Adatmező beszúrása, na megvan. Na, mit is kért ő? Hát azt mondja, hogy kérte a név, akkor az osztály, e-mail cím, fizetés és jutalom mezőt. Na most már visszateszem teljes képernyőre. És akkor kell nekünk a név, osztály, e-mail cím, fizetésed felül. Ide pedig a fizetése fog bekerülni. És akkor a fizetés. Na nézzük akkor. Eredmény megjelenítése. Igen, hát az ékezetek azok nincsenek rajta, mert azt le kellett szedni. És akkor itt jönnek a rekordok. Teljesen jól működik. Teljesen jól működik. Hát azt azért tudni kell, hogy amit itt látunk, az nem a teljes megoldása ennek a feladatnak, mert például nincsenek kisbetűvé alakítva az e-mail címek, de abban az Excel fájlban, ahol az Excel gyakorlóban, ahol ez volt, ott én ezt megcsináltam. Talán még annyi, hogy érdemes lenne a forintot utána írni, és akkor mindenütt forintálisan jelenik meg. Na, ezt lementem. Azt fogom mondani neki, hogy megoldást törzs. Ez a törzs dokumentum.
illetve valaki elfelejtette volna, ebben van benne a mezőkód valójában, és ebből generálok egy forma levelet, és azt formaként fogom írni. Dokumentumok szerkesztése külön mindet, és akkor egyesítjük, és ez már, ami itt keletkezik, ez a forma levél lesz. Látható is, mert mindjárt eltűnt például a háttérszíne, amit mondjuk nem szeretnék, hogyha eltűnjön, maradjon már így. Na, akkor ezt is lementem. Ugyanoda, megoldás, forma. Ez lesz tehát a forma levél. A4-es formátumú normál körlevélről van szó, ezt forma levélnek szoktuk hívni. Jó, tehát itt egy újabb megoldási lehetőséget láttunk a körlevél készítésre, ami egy kicsit bonyolultabb, de talán a valósághoz közelebb áll, mert a legtöbbször ezen programoknak egymással kommunikálni kell. Még egyszer mondom, amikor az ember nulláról létrehozza az adatdokumentumot, ami most itt egyik feladatban sem volt így, akkor a rendszer a 2007-es is már, és ez a 2010-es is automatikusan egy Excel adatbázis fájlt hoz létre, pontosabban abban az adatbázis fájlban egy darab táblát. Tehát egy olyan adatbázis, ami egy egytáblás adatbázis, és abba tárolja be az adatokat. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenről volt szó ebben az oktató videóban is, és elég sok feladatot megoldottunk ahhoz, hogy mindenki saját tudásának, ismeretének megfelelően tudja hasznosítani az általam említett vizsgákhoz, azokhoz történő felkészülésre. Tehát még egyszer, ECDL, OKE és érettségi vizsgákra nyugodtan használható ez a feladat, de annak is, aki csak, vagyis hát ez az oktató videó, de annak is, aki csak szeretne megtanulni szöveget szerkeszteni ezekkel az új programokkal. Sorozat következő részében a prezentáció készítést fogom bemutatni, a PowerPointot, de nem csak a PowerPointot, hanem magát a prezentáció készítést, és ki fogom tekinteni egy kicsit más ilyen prezentáció készítő programok irányába is. Köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra, viszonthallásra.